van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk. A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Autó család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autó család. Autók szeretettel. Szép jó reggelt, jó napot mindenkinek, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a 9.9 Jazzin, Mihálovics Andrással. És Gede Balázsa. Jó reggelt. És elmondhatjuk, hogy 0630 20 10 909 az SMS, WhatsApp, Viber számunk, ez ide írhattok, kérdezhettek, és véleményezhettek, elküldhettek minket, és megdicsérhettek. Igen, úgyis azt írta Házitról, hogy miért nem kérünk kritikákat. Kérünk. Mert hogy arra lényegesen nagyobb lenne az igény fogyasztói szempontból. Hát tessék, magatoktól is küldhetitek. De ez így nem kell felszorítása. Igen, mondjátok nyugodtan. Meg, nyugodtan. Na, addig viszont mi elindítunk egy másik beszélgetést a távközlési szektorról. Mi az IT? Információ technológia, azaz informatika. Az IT azonban óriási üzlet is, mindennapjainkat befolyásoló globális biznisz. Honnan tudod, hogy a rengeteg információból mi a hasznos? Hallgasd a Millás reggeli IT rovatát, ahol szakértőink segítenek eldönteni, hogy egy S hírforrás valamely P valószínűséggel kibocsátott H hírének az információ tartalma 0 vagy 1. A műsorszám támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Infokommunikációs NRT. Hát és furcsának tűnhet, de azzal foglalkozunk, hogy árat emel a Digi, és ez bizony több lehet annál, mint amit önmagában véve ez az információ hát tartalmaz, mert hogy az egész áremelések jönnek, hát, mennek. Igen, igen, de ugye... Na de azt veszük, hogy a enkezemmel írtam azt a címet bele egy cikkbe, hogy a mobilpiac farkasa a Digi, jön Magyarországra, mert hogy majd jól felforgatja a távközlési erőviszonyokat, hát ebből ez lett. Na, hogy mi áll a háttérben, Nagy Viktorral, a Portfolio.hu vezető elemzőjével majd megbeszéljük. Szervusz, jó reggelt! Sziasztok, üdvözlöm! Szia, jó reggelt! Hát ez a farkas most már inkább egy mopszli, nem? Hát ez nézőpont kérdése, meg ugye az a kérdés, hogy amit most csináltak, az csak az előfele annak, ami majd várható, vagy pedig komolyabb terveik vannak. Hát ez, amit mondtál, hogy az áremelések jönnek, mennek, egyébként ebben részben van igazság. Tehát ugye azt látjuk, hogy tehát most, amiről beszélünk, a 12%-os átlagos áremelés a Diginél. Tehát hogyha kicsit perspektívát is látjátok a számokat, elmentek vásárolni a közértbe, és az látszik, hogy nem tudom, a paradicsomnak az ára néhány hónap alatt meg tud duplázódni a piacon. Egy ilyen környezetben azért 12%-os áremelés azért nem a világ vége. Inkább az a kérdés, hogy, és egyébként meg, tehát figyeljük a fórum visszajelzéseket, az olvasói leveleket, és ez alapján egyébként nagyon úgy tűnik, hogy egyrészt készültek is már erre a digisek, hiszen azért érdemes ez az egészhez hozzátenni, hogy 2016 óta nem emelt árat a Digi. Nem is tudom, hogy csinálták. Egyébként úgy csinálták, hogy tavaly veszteséges volt a cég. Uh-huh. Tehát, hogy a matek az már régóta nem jött ki, és hát új tulajdonosa van a cégnek. Tehát Forage átvett a Digit, formálódik egy nagy távközlési szuperholding. Támokat is gondolom rájöttek ők is arra, hogy ez így nem fog működni. Nagyon komoly árelelkedést látunk az energiaáraknál. Ugye van egy nagyon komoly bérinfláció, tehát ez a két legfontosabb csatorna szerintem, amin keresztül a Diginél is biztosan érzik azt, hogy tehát a költségek azok durván emelkednek, és hát valamit lépni kellett. Ennek az első, tehát én szerintem kb. Egy ilyen lépéssorozat lehet, és annak az első eleme lehet ez a 12%. Na, de mennyivel, ez a lépés, bocsánat, várjál, csak mennyivel zárkózik föl ezzel? Ugye azt mondjuk, hogy nyomottáról jött, ugye neki piacot kellett szereznie, nem véletlenül, klasszikus modell, ugye nem emel. Egy árérzékeny piacon. Vesztességet sem működik, de viszont megy előre, építi a hálózatot, hogy piacot szerezzen, oké. Most ezzel a 12%-kal hol tart a versenytársak átlagához képest? Tehát mennyire jött föl? Ugye nagyon nehéz a távközlési szolgáltatásokat összehasonlítani. Persze, a csomagok, meg a sokféle értékelhető, igen.
volt már nagyon sok próbálkozás, volt akár összehasonlító oldalak, aha, vannak nemzetközi statisztikák, de valahogy mindig körtét az almával, de nagyon nehéz megmondani. A Digiről azt kell tudni, hogy relatív egyszerű szolgáltatásokat nyújt nyomott áron. Tehát, hogy ez volt a diszkont brandről beszélünk, mindenki így is könyvelte el őket. Az a szolgáltatás, amit nyújtanak, az kifejezetten jó minőségű, egyébként egy nagyon komoly hálózatfejlesztésen van túl a Digi, optikai hálózattal behálózták gyakorlatilag az egész országot, tehát, hogyha vezetékes szolgáltatásokat nézzük, az egy jó minőségű szolgáltatás, de relatíve egyszerű, és egyébként ezért kevés pénzt kérnek el. Tehát így ilyen szempontból nagyon nehéz összehasonlítani a többiekével, már csak azért is, mert hogy a távközlésben a trend az egyértelműen a konvergencia. Olyan szolgáltatásokat, szolgáltatás csomagokat kell nyújtani, amiben minden van. Tehát, hogy tudjál adni az ügyfélnek tévészolgáltatást, vezetékes internetet, és még mobil szolgáltatást is. Ugye erre a Digi egyébként jelenlegi formájában nem nagyon képes. Tehát a mobil lába az még nagyon gyenge. Részben azért, mert nincsenek frekvenciáik, és ebből a szempontból mondjuk a Vodafone UPC páros és a Magyar Telekom jóval előrébb jár, mint a Digi. Tehát ők ezért sem tudnak odaárazni, mint ahova a többiek. Világos. Még mindig az mondható el, hogy az áremelések után is olcsó marad, relatív olcsó marad. Viszont mégiscsak közelít az átlaghoz, ez esetleg a versenytársaknak is könnyebbséget jelent. Hát meg újra pozícionálják, tehát ebből a diszkont szerepből ők ezzel az áremeléssel elkezdtek kilépegetni? Én azt gondolom, hogy ez az első, tehát ez az áremelés, ez még nem feltétlenül erről szól. Szerintem inkább arról szól, hogy megnézték az útulajdonosok a számokat, és arra jöttek rá, hogy ahhoz, hogy matekat kijöjjön, ahhoz árat kell emelni. Az újra pozícionál szerintem ennél egyel bonyibb, mert hogy ott már arról van szó, hogy tehát először rendbe kell rakni a céget, és még magasabb minőségű és komplexebb szolgáltatásokat kell tudni nyújtani ahhoz, hogy máshova tud árazni. Tehát, hogy a Diginek a jelenlegi állapotában, ha most lenne egy, nem tudom, 20-30-40%-os áremelés, tehát annak nagyon rossz lenne az optikája. És szerintem erre a tégnél is odafigyelnek, hogy először háttér folyamatokat rendbe rakni, új szolgáltatást csomagra létrehozni, esetleg mobil piaci jelenlétet erősíteni, és amikor már ezek megvannak, akkor azért nyilván máshova lehet áradni. Na, de most akkor ezek szerint fog frekvenciát kapni mégiscsak a Digi, ami az első körben nem sikerült? Hát, most egy frekvenciát kapni, tehát az nem nagyon van. Tehát, hogy a frekvencia aukciókon már túl vagyunk, és hát a Digit ugye a legutolsó körben már ki is zárták, nincsenek értelmezhető országos frekvenciai, amin mondjuk akár jó minőségű 5G szolgáltatást lehetne nyújtani. És akkor itt felmerülnek az alternatív lehetőségek, hogy itt lehet egy ilyen helyzetbe tenni. Tehát ismerve a 4IG-nak az étvágyát, nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy valamiféle mobil szolgáltatást ne tudjon nyújtani a következő években a cég. És akkor hát vannak ezek a pletykák, ugye régebben az volt a pletyka, hogy a Vodafont veszi meg a magyar állam, és akkor valahogy újra csomagolják, igen, és akkor ez lesz a mobil piaci láb. Most egyen valószínűleg tűnik mondjuk a Jettelnek a felvásárlása, erről is vannak hírek, ugye konkrétumok ezekkel kapcsolatban nincsenek, de hogy mint logikus lépésnek tűnhető megoldás azért ez felmerül. Már csak azért is egyébként, mert hogy az Antenna Hungáriának, ami szintén a 4IG érdekörébe tartozik, annak 25%-os részesedése van a Jettelben. Tehát ez egyik megoldási lehetőség. A másik megoldási lehetőség pedig az, hogy esetleg mondjuk üzleti megállapodást köt valamelyik magyarországi szolgáltatóval. Nem adja fel. Jászai Gellért valamit szerintem lehet, nem jól mondtunk, és szeretne. Nem adja fel, nehogy a szint. Hiába tetted félre, hallottuk. Igen, közben megjött a futár. Most beszéltünk az ügyfélélményről az elkereskedelemben, úgyhogy légy szíves, a fogyasztói visszajelzést adjál majd a futárnak, hogy ne csöngessél, hát nem látod, hogy telefoninterjút adok. Így van, tudnia kellett volna. Igen. Jó, szóval hogy a másik megoldás az pedig az lenne, hogy megállapodást kért valamelyik mobilcéggel, Magyar Telekommal, Vodafonnal, és egyfajta network sharingben használja az ő hálózatát. Kérdés, hogy ebben milyen üzleti lehetőséget látnak a már piacon lévők, miért segítenék az új piacra lépőt. Hát nyilván a pénz az azt fogta megmondani ezeket a dolgokat. Világos. Alapvető fogyasztókat érintő piaci átrendeződés ebbe a kicsit punyat magyar távközlési piacra várható? Mert sokan azt mondták, hogy ez a nagy mozgulódás éve lesz, ugye a szuperholdingnak is kell valami helyet csinálni magának, és ez pedig berúghatja a régen várt fogyasztókért vívott küzdelmet.
Azt látjuk egyébként, hogy igen, relatíve beállt a piac, tehát ugye kisebb 1-2% pontos elmozdulásokat látunk a piaci részesedésekbe, de a nagy mozgulódást mondjuk a mobil piacon nem látunk, a vezetékes szektorban is inkább csak kisebb átrendeződések vannak. Azért a diginek a megerősödése az nyilván hozhat jelentősebb mozgásokat ezen a piacon, de azt gondolom, hogy azért az még idő, mire a digi olyan állapotban lesz, hogy máshova tudja pozícionálni magát. Uh-huh. Oké, hát köszönjük szépen ezt a kis körképet, meglátjuk, hogy hogyan tovább. Azt mondtuk, ugye, hogy a diginél ez egy első lépés, lehet, hogy megnézzük, hogy hova megy a cég. Köszi Viktor, jó munkát, szép napot! És köszönöm, sziasztok! Szia! Nagy Viktorral, a Portfolio.hu vezető elemzőjével beszélgettünk annak apropóján, hogy árat emel a Digi, és bármilyen furcsa, de ennek van hírértéke, hiszen évekig nyomott áron nyomult a társaság, és most egy ilyen lépés kényszerbe került. Úgyhogy ez volt a témánk. Szerintem hírekkel igen, megyünk tovább. Annyi az idő.